Dőltek a bábuk a Bélapát-Falvai tekecsarnokban. 5. alkalommal rendezte meg a megye nyugdíjas klubjai számára tekeversenyét, az Életet az éveknek nyugdíjas szervezet. 4 fős férfi és női együttesek mérték össze tudásukat, csapatban, egyéniben és összetettben, akik Egerből, 60-ból, Gyöngyösről, Mátrafüredről és Besenyőtelekről érkeztek. Sánta Gyula, az országos szervezet alelnöke és a megyei szervezet elnöke azt mondta, az ilyen események összekovácsolják a klubokat. Gyakorlatilag 14 csapattal versenyzünk. Ez úgy néz ki, hogy 7 női gárda, 5 férfi gárda, és 2 olyan, hogy van fiú is, meg lány is benne, ők férfinak számítanak. Tehát 7-7 ilyen formában a csapatmegosztás. Eger többek között az Ezüst Idő Szabadidős Egyesület képviselte egy férfi és egy női csapattal. Hűrész János, az egyesület elnöke szerint fontosak az ilyen sportesemények, melyek a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. Sokaknak ez a verseny egyben a felkészülés is volt, tette hozzá. Gyakorlatilag ilyenkor, egy évben ilyenkor versenyzünk, amikor gyakorlunk is, úgyhogy nincs nagy lehetőség fölkészülésre, hanem tudomásul veszük azt, hogy ez a nap, amikor versenyzünk, akkor van gyakorlás is. A 85 éves Füleki László volt a legidősebb versenyző, aki a Bene Egylettel érkezett, melynek 25 éve tagja. Fiatalként rendszeresen tekézett. Fiatal koromban még úgy nevezték, hogy Guglia, akkor ugyan jászosszal szerettem gurítani, és mikor erre a lehetőség nyílt, akkor bekapcsolódtam, hanem megpróbálom ez. Hát persze ez nem ugyanolyan, mert ott még fagolyó volt és homokos pálya, szóval nem ilyen műanyag, persze ez teljesen más volt az akkor. Az egész napos tekeversenyt az apátsághoz tett kirándulással zárták a nyugdíjasok.